Köszöntöm a Trió TV nézőit, a Büki híreket látják mai műsorunk tartalmából. Helyére került a fúrótorony, újabb mérföldkőhöz érkezett a bükkfürdői főtér építése. Akik tollat fogtak, könyvbemutató, dedikálás és megemlékezés volt a Büki Művelődési Központban. Bükk városáért kitüntető oklevelet kapott Dániel Tibor, hosszan beszélgettünk múltjáról és jövőbeli terveiről. Floorball bajnokságot szerveztek múlt hétvégén a Büki sportcsarnokban. Kedves nézőink, ez a mai kínálatunk, tartsanak velünk! Már áll a fúrótorony a fürdőfőtér közepén. Elkészült a kilátó szerkezete. Csütörtökön és pénteken szerelték össze a fúrótornyot stilizáló kilátót az épülő bükkfürdői főtér közepén. 7,5 méter magasról, az 5. pihenőszintről tekinthetnek majd körbe a látogatók. Szerdán kezdték a helyszíni munkákat a fúrótorony összeállításánál, de csak csütörtökön látszott, mi is készül a fürdőfőtér közepén. Először egy több mint 12 méteres, 883 kilós csövet állítottak fel középre, majd a köré csavarozták a lépcső elemeit. Az 5 pihenővel ellátott kilátó közlekedő része 8 elemből áll és több mint 4 tonna az össztömege. A teljes szerkezet 30 fő részből áll és 18.323 kiló. Az előre hegesztett acélszerkezetet a helyszínen szerelték össze daru és többféle emelő segítségével. Csütörtöki ott jártunkkor már látszott, mennyire kiemelkedik a térsíkjából az építmény. A 62 négyzetméter alapterületű, egyedi acélvász szerkezetű építmény szerkezeti magassága 15 méter 70 centi. A kilátó szint 7,5 méter magas. Ez nem csak egy fúrótornyot ábrázoló kilátó lesz, hanem egy szökőkút is. A földből előtörő víz a fürdő főbejárata felé folyik majd, a főtér közepén a föld alá bukva. Majd összefolyik a víz a bejárat előtti szökőkút vizével. Az elkészült kilátót és a fürdőfőtér más részleteinek bemutatását jövő heti közéleti magazinunkban láthatják. Az Országos Könyvtári Napok keretében Akik tollat fogtak címmel mutatták be a Répcemente költőinek második, bővített antológiáját. Szerdán este a Büki Művelődési Központban a közönség nem csak a könyvet, hanem a költők egy részét is megismerhette. Az eseményen Szigeti Ildikóra emlékeztek egykori sok színpad társulatos barátai, ismerősei. Az Országos Könyvtári Napokhoz csatlakozva egész héten zajlanak a programok a Büki Városi Könyvtárban is. Legnagyobb és legjelentősebb rendezvényük a szerda esti könyvbemutató volt, amikor is az Akik tollat fogtak című antológia második, bővített kiadását ismertették a közönséggel. A Répcemente költőinek alkotásait összefoglaló kötetet először 2017-ben mutatták be, az akkor nyomtatott 500 példány szinte azonnal elfogyott. Megjelenése után pedig sorra jelentkeztek újabb költők, és több már nem élő, de ehhez a vidékhez tartozó szerző munkásságára is rábukkantak. Sági Ferenc, az antológia szerkesztője elmondta, az első kiadáshoz képest 12 költővel bővült a könyv, ami több mint 100 oldalnyi plusz terjedelmet jelent. A második bővített kiadás ezért is izgalmasabb, mint az első volt. Sok tucatnyi szerzőtől, sok tucatnyi művet találunk ebben a kötetben, több száz oldalas a kötet, vagy 100 oldalra gyarapodott az első kiadáshoz képest, tehát új szerzők jelentek meg benne. Az elmúlt több száz év, hogy is mondjam, helyi, regionális irodalom történetét dolgozza föl, persze nem irodalom történetként, hanem az egykor élt költők és a ma élő költők műveinek bemutatásával. Borzasztóan örülök neki, hogy immár készül a harmadik kiadás, úgyhogy lehet, hogy jövőre vagy legkésőbb utána egy tovább bővített kötettel jöhetünk majd Bükkre és a környező falvakba, városokba bemutatni ezt a könyvet. Rettenetesen fontosnak tartom, hogy a nem nagyvárosi közönség és a nem nagyvárosi költők is publikálási lehetőséghez jussanak. Ezeket a költőket olyan szeretet veszi körül, mint bizonyára itt is majd látszani fog néhány perc múlva, amikor elkezdjük és amikor befejezzük a műsort. Bár ennek a mai alkalomnak nyilván egy különösen emelkedett
szerepe is lesz, hiszen Szigeti Ildikóra fogunk emlékezni a könyv kapcsán, de a könyvre visszatérve azt hiszem, hogy tényleg nagyon fontos az, hogy azt a szeretetet érezni, amely a közönségből, az igazi olvasókból árad a szerzők iránt. És még egy fontosat szeretnék mondani, hogy lássuk be, hogy azért alapvetően az idősebb korosztály vesz részt egy ilyen bemutatón, de vannak fiatalok is persze, illetve a kötetben is a még élők közül az idősebbek jelentek meg. Itt tulajdonképpen minden ilyen közönség találkozó, vagy könyvbemutató, mert hogy valójában ez az, az a könyv, mint műfaj, mint művészi tárgy előtt való tisztelgés is. És ebben ezeken az alkalmakkor körülbelül 10-12 helyen mutattuk be már eddig is ezt a kötetet, meg legalább 10-12 helyen az elsőt is. Mindig én, mint egy magyar tanár és irodalomtörténész, igen, különösen fontosnak érzem azt, hogy a digitalizálódó korban, a képekkel átitatott korban most egy olyan könyvtárgyat vehetünk a kezünkbe, amely a kultúra legmagasabb rendű tevékenységet őrzi, mondjuk azt, hogy a jövő számára. Milyen műfajú versek találhatók egyébként a kötetben? Mindenféle, tehát abszolút vegyes. A szonettől, a szabad versen keresztül, az epigrammáig, az egészen rövid kis haiku is van benne, és vannak hosszabb versek is. Nyilván a 19. század előtti versek azok inkább elbeszélő jellegűek, leíró jellegűek, a későbbiek modernebbek, de mindegyik valahol az emberi létezésnek a lényegéről szól, a feszültségekről, amelyek között élünk, aggódásról, a békéért, mint akár ma is, sajnos ezt kell, hogy mondjam, az egymás iránti szeretetről, boldogságkeresésről, szerelemről természetesen, hiszen a világirodalom legjelentősebb része az nyilván az emberi érzelmekről szól. Tehát olyan ez a kötet, mint maga az irodalom, vagy mondhatjuk nyugodtan, mint maga az élet. Vegyes, sokszínű és szép. A könyvbemutató egyszerre volt örömteli és egyben szomorú esemény, hiszen ezen az alkalmon emlékeztek meg Szigeti Ildikóról, aki oszlopos tagja, üde színfoltja volt a büki és környékbeli kulturális életnek. A Sokszínpad társulatban 2007 óta tevékenykedett, színjátszó társai kedves emlékekkel idézték meg Ildikót. Hát Isten igazából Ildikónak a sokszínpados munkásságáról tudok én beszélni, mivel hogy 2007 óta láttam azt, hogy ő mennyire sokszínű. Tehát engem, mikor a Hajzer Lászlóné felkért arra, hogy a sokszínpad részéről emlékezzek meg az Ildikóról, azt mondta Robi egy olyan 3 percbe. Tehát én rábólintottam erre, és kár volt, mivel hogy 3 percben Ildikóról nem lehet megemlékezni. Tehát, ahogy mondtam, ő 2007 óta itt volt a társulatban, nagyon sok színű volt. És éppen ezért, amikor megírtam azt a 3 percemet, akkor én nem akartam szubjektív lenni, és felkerestem a régi sokszínpados tagokat, akik a kezdeteknél is jelen voltak már, hogy foglalják össze ők 2-3 mondatba azt, hogy hogyan látták ők Ildikónak, a sokszínpadnak és a társulatnak a kapcsolatát. Hát elég meghatóra sikeredett. Voltak nagyon szép dolgok, voltak nagyon megható dolgok, úgyhogy én ezt próbáltam összefoglalni itt erre az egészről. Tehát Ildikó én nekem egyszer azt mondta, hogy a rendes családja után mi vagyunk az igazi családja. Az egyik volt társunk, Jákli Zsófia. Ő például azt írta nekem, hogy mikor legutoljára látta Ildikót már összetörve, és nagyon betegen, akkor is sok színpados pólóba volt. Mert neki ez az életének egy része volt. Thank you.
2022. augusztus 20-án a Büki Városi Ünnepségen ismét díjakat és kitüntetéseket adtak át. A képviselőtestület döntése alapján idén Dániel Tibor, a Büki Testedzők körének szerves tagja kaphatta meg a Bükkvárosért kitüntető oklevelet. Ennek kapcsán beszélgettünk vele életéről, munkájáról, múltjáról és jövőjéről. Győrbe kerültem iskolába, a vízügyi technikumban 5+1-es tanítási rendszer volt, oda felvételizni is kellett. Általában a vízügyi dolgozó gyerekeiből választották ki a leendő utánpótlást. Igen. Így kerültem én is Győrbe, és ott is futballoztam, ráadásul 16 éves koromban a Győri Postás csapatába kerültem be, NB1, vagy megyei első osztály szintre. Igen. Csornára, Kapuvárra, Sopronba. Sopronba háromszor is kellett menni egy évben. Úgy tudom, hogy ennél a szakközépiskolán vagy technikumnál voltak gyakorlatok, nyári gyakorlatok, illetve az iskolában volt éves gyakorlat is. Igen, de igen. Hol töltötted ezt? Minden héten volt egy nap gyakorlati foglalkozás, ahol gyakorlatilag a köműves szakmától, a vasszereléstől, a zsaluzástól, vakulástól kezdve minden olyan tevékenységet próbáltak velünk, anyagismeret formájában is, munkaszervezés formájában is, ugyanakkor minden évben egy hónapot az iskola után kirendelt helyszínekre kellett menni. Én általában az ásványrárói szakaszra vagy a társulathoz kerültem egy-egy hónapra. Igen. Hát annak is van későbbiek folyamán jelentősége, hogy én miért választottam Bükköt, mert ásványrári szakasz annyira telített volt. Előttem évben három fiú végzett ott, és azok ugye teljes egészében lefoglalták ezt. Jelesre érettségiztem, és tovább tanulni sajnos nem tudtam, mert édesapám beteg volt. Ami viszont számomra nagy segítség volt, az egyik mérnök tanárunk, a Varga Gyurka bácsi, az olyan információt kapott, hogy Szombathelyre is keresnek két ifjú embert utánpótlás céljából. Győrben nekem meg lett volna helyem a hidrológián, de én nem akartam irodába, én kivitelezésbe szerettem volna dolgozni, meg az volt a vágyam, meg hát az életem során talán tudtam valamit bizonyítani is, hogy kivitelezés területén elég szép eredményeket értem el. Úgyhogy így került szóba Szombathely, és ketten jöttünk el, egy Lipóti fiú és én, és itt a termelési igazgató úr felajánlotta, hogy van Bükön és Rumba lehetőség építés vezetőségre, ahol van vendégszoba is, meg olyan ellátás, ami gyakorlatilag egy ilyen fiatal embereknek megfelelő ellátást biztosít. Én választhattam, mert én jelesre érettségiztem, én Bükköt választottam. De milyen jól tetted? Hát végsősorban, most ha belegondolunk, szerencsém is volt, meg Bükkön aztán olyan jó barátokra leltem, meg olyan jó kapcsolatokat tudtam kialakítani, hogy a katonaság után is visszajöttem. Már akkor lett volna helyem a Győri Vízügyi Igazgatóságon is, de tényleg olyan a kollégák, a büki környezet, az ifjúságklubtól kezdve minden tetszett nekem ez a rész, és végső soron egy éven belül 74-75 körül kellett döntenem, amikor már főnököm elárult a Molnár Laci bácsi, hogy hát jól gondold meg magad, mert ő tudta a tervemet, hogy én valószínűleg nem akarok hosszú távra itt berendezkedni. Jól gondold meg, mert ő Csánigon lakott, Répcelak mellett, ő nem fog idejönni Bükre lakni, és akkor, ha én bevállalom azt, hogy itt maradok, hát egy nagyon kecsegtető ajánlat volt, akkor én kapok lakást. Uh-huh. Hát aztán szoroztunk, osztottunk, így történt az, hogy bevállaltam. Utána elküldtek, ja és akkor közben kineveztek, ugye, mert ugye gyakornokként tevékenykedtem majdnem két évvel a katonasággal együtt, ott ért egy másik nagy meglepetés, kineveztek vízmesterré.
Főiskolás és egyetemi florbal bajnokságnak adott otthont Bükk 8 csapat játszott a bajnoki címért. 2 év szünet után találkoztak a Bükki sportcsarnokban az ország felsőoktatási intézményeinek florbal csapatai. Szombaton és vasárnap 8 együttes küzdött a tornacsarnokban. Szombaton 2 négyes csoportban körmérkőzéseket játszottak a csapatok, aminek eredményeként kialakult az erősorrend. A csoportok között keresztbejátszás történt vasárnap, a 4 győztes a bajnoki címért küzdhetett. A helyosztók szoros, izgalmas meccseket hoztak, a legjobbak közé bekerült csapatok játékosai közül többen is az országos floorball bajnokságban játszanak, ám most oldottabb légkörben találkozhattak és mérkőzhettek meg egymással. Kevés büntetéssel tarkított, izgalmas, színvonalas mérkőzéseket láthatott a kilátogató közönség. A helybeliek érdeklődéssel nézték és ismerkedtek el szokatlannak tűnő, jégkorongra hasonlító sportággal. Először szeretnék köszönetet mondani minden szervezőnek és a Bükki sportcsarnoknak, illetve a Bükki városvezetésnek, így polgármester úrnak is természetesen, akik nagyon sokat segítettek abban, hogy ez a rendezvény ilyen sikeres volt és így sikerült megrendezni. 8 csapat részvételével zajlott a MEFOK Florbal döntő. Egyetemek képviselték ugye természetesen magukat, itt a környékre a Szombathely, Győr és a Soproni Egyetem, aki egyben a rendező is volt az, aki részt vett, Budapesti Egyetemek, illetve Debrecen, Szeged és a Pécsi Csorosan tudtak eljönni a nagy egyetemek közül, de így jött össze a 8 egyetemi csapat. Nagyon sikeres rendezvényt tudhatjuk magunk mögött, azt kell, hogy mondjam, a megnyitó után a csoportmérkőzések következtek, ahol kialakultak a csoporthelyezések, és hát a második napon, vasárnapi napon voltak a helyosztók tulajdonképpen. Itt a hazai csapatként egy kicsit hadd mondjam, a mi szemszédünkből a 7. helyet szereztük meg, így az utolsó mérkőzésen legyőztük a Szeged csapatát. Ez nagy öröm nekünk, hiszen a mi csapatunk amatőr játékosokból állt, a többi együttesben azért voltak profi florbalosok is, úgyhogy azt gondolom, hogy ez mindenképp emelte a rendezvény színvonalát. OB1-es játékosokkal teletűzdelt egyetemek érkeztek. Szeretném itt még kiemelni, hogy rengeteg külön díjasunk is volt Német Ede főszervező személyében. Köszönetet mondom még egyszer annak a szervező munkának, amit ő véghez vitt, és hát a Nestlé Purina ajándékcsomagét is átvehették, amit ezután is köszönjük a szponzoroknak. Kísérő programként bemutatkozott és 2 rövid programot is bemutatott a Szombathelyi Egyetem cheerleader csapata. Ováció mellett zárták a fellépésüket. Másnap a Dirty Dance Sopron Egyesület mutatta be több formációval is színes, látványos elemekkel tarkított nagy programját. Aranyérmes lett a Debreceni Egyetem csapata, akik a döntőben a BMN-nek vágtak vissza az előző napi vereségét. A bronzmeccsen a Corvinus rutinja győzedelmeskedett a torna meglepetés csapatával az ELTE Szombathelyi együttesével szemben. A Fair Play díjat a Szegedi Tudományegyetem csapata kapta, akik bár utolsó helyen végeztek, mégis sportszerűen küzdöttek. Nem volt kiállítás náluk, és a fiúkkal együtt egy lány legalább a pályán volt. A legjobb kapusa a Corvinus kapusa, Képes Dávid lett. A legeredményesebb játékos címért holtverseny alakult ki, de a Debreceni Egyetem támadója több gólt szerzett. A külön díjakat a sportrendezvény támogató Nestlé Purina ajánlotta fel, továbbá gondoskodott arról, hogy ne távozzon senki üres kézzel. Ha valakinek megtetszett a sport, legközelebb Szombathelyen vagy Sopronban próbálhatja ki. Azt gondolom, hogy egy ilyen nagy sikerű rendezvény után mindenki várja a folytatást, erről most egyelőre nem tudunk nyilatkozni. De minden évben rendezik meg az egyetem és főiskolások országos bajnoki döntőit különböző sportágakban. Ugye korábban a Covid helyzet miatt itt most jó pár év kimaradt, és most is elég sok nehézség elé nézünk, tehát reméljük, hogy a következő évben meg tudjuk újra rendezni ezt a MEFOK döntőt. Én személy szerint örülnék, hogyha megint a rendező csapat mi lehetnénk, de hát természetesen ez még messze van ahhoz, hogy erről konkrétumokat tudjunk mondani. Kedves nézőink, a Bükki híreket látták. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Műsorainkat megnézhetik interneten a www.triotvdunantul.hu oldalon, és megtalálnak minket a facebook.com/triotvdunantul címen. Viszontlátásra!